tisztelt vendégeink, tisztelt vendéglátók, tisztelt vezetőség, kedves kollégák! Ahogy vezérigazgató úr is említette, egy ünnepnapon vagyunk itt. Egyrészt Szent Mihály ünnepe van ismét, 2 évvel ezelőtt pont ezen a napon lehettem itt először. Legalább olyan gyönyörű ma is, mint akkor volt. Szent Mihályhoz kapcsolódik az a régi szokás, hogy ilyenkor szokták a számadók behajtani az állatokat és számot adni arról, hogy hogy gazdálkodtak. Itt az erdőgazdaságban, a vadgazdálkodásban is ez egy számadási nap. Lement a bika szezon, lement a bőkés, a gimbikákat ilyenkor szemügyre vesszük. Ez azért fontos, mert ebből a gazdálkodásunkat az egész éves és az elmúlt évtized munkáját tudjuk minősíteni. Ezek a trófeák, ezek az állatok több mint 8-10, sőt több mint 10 évesek voltak. Addig kellett vigyázni rájuk, és addig kellett gondozni őket, hogy ezt a szépséget, amit ma megcsodálhatunk, ezt terítékre tudja hozni az a szerencsés, aki örülhet majd otthon a falán ennek az emléknek. Számot kell vessünk egyebek mellett azon is, hogy az erdőgazdaság egyébként is, hogy gazdálkodik a többi erdőgazdasággal együtt. El kell mondjuk, hogy nem vagyunk könnyű helyzetben. A manapság érnek kritikák minket, de ezek a kritikák, azt gondolom, hogy ilyen napokon jó, ha elmondjuk, nem érhetnek fel a szakmai munkákig. Nem szabad elhinni, amik bennük vannak. Jól gazdálkodnak az erdőgazdaságok, láthatjuk, hogy milyen programokra képesek, láthatjuk, hogy milyen vadgazdálkodásra képesek, milyen erdőket tartanak fent a társadalom számára, és ebből az eredményből tudjuk minősíteni a munkájukat. Szerencsém volt ma körbenézni vezérigazgató úrral az erdőben, egy fél nap kijár néha egy-egy év során egyszer-egyszer nekünk is, hogy erdőben járjunk. Azt a szakmai munkát azt csak becsülni lehet, amit a kollégák végeznek. A számadáskor ilyenre is gondolni kell. Az a erdő, folyamatos erdőborításra való törekvés, a legmodernebb erdészeti gondolkodás megvalósítása, az mindenképpen elismerésre érdemes. Valamit még megemlítenék, itt láttuk az agarakat, a magyar agarakat, a magyar kutyafajtákat. Ugye miniszter úrunk fejébe vette, hogy meg kell őrizzük ezeket a fajtákat. A 4 magyar vadász ebb a mi felelősségünk, és törekszünk arra, hogy egy megfelelő programmal olyan állományt alakítsunk ki, hogyha sikerül mindent összerakni hozzá, anyagiakat és a terveket is, hogy egy szépen bemutatható állomány legyen. Nagyon reméljük, hogy sok ilyen agárfuttatás, kopózás és vizsla bemutató lesz még ezek következménye. Vannak terveink, és így fogunk gazdálkodni. Ezen az ünnepen pedig gratulálok a gazdálkodónak, és sok örömet kívánok mindenkinek, aki részt tud venni az erdei sétán. Gyönyörű környezetben vagyunk. Én irigylem őket, hogy megtehetik, és nagyon sajnálom, hogy én nem fogok tudni részt venni rajta. Holnap más program vár, de hasonló szép környezetben egy újabb erdőgazdaságnál. Szerencsére többen vannak. Én azt kívánom mindenkinek, hogy merjenek és bátran jöjjenek ki az ilyen szép helyekre, és nézzék meg az legeldugottabb részeket. Az új tanösvényt, amely most kapott díjat a országos versenyen, mert megversenyeztetik az ilyen ökoturisztikai létesítményeket, és a tanösvény kategóriában 3. helyet szerzett a helyi tanösvény. Ehhez is gratulálok. Ez azt mutatja, hogy mindig kreatívan is adni akarnak az itt élő szakemberek. Még egyszer kívánok minden jót, és dús mai napot, és továbbiakat. Köszönöm, hogy meghallgattak.